Köszöntöm Önöket, az Öböl Televízió híradója következik. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. Kormányhivatal, változtak a szociális ellátásról szóló rendelkezések. Költségvetés, elfogadta idei büdzséjét Balatonalmádi önkormányzata. Borász találkozó, 15. alkalommal találkoztak a szőlészek és borászok Fábiá József emlékére. Jelentős átalakítások várhatók a szociális ellátások terén a törvény változásai miatt. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyintézés az önkormányzatoktól átkerül a járási hivatalok hatáskörébe. A támogatások iránti kérelmek azonban továbbra is benyújthatók a települési önkormányzati hivatalokban, valamint az ügysegédek is megkönnyítik a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerülnek. Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyintézés állami feladat lesz. Az önkormányzatoktól a jegyzői hatáskörből a járási hivatalok hatáskörébe kerül. Érinti ez a foglalkoztatást helyettesítő támogatást, valamint új ellátásként az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást. Erről tájékoztatta a megyeházán a sajtóképviselőit Takács Szabolcs, a Veszprém megyei kormányhivatal kormánymegbizottja. Egy törvénymódosítás az, ami indokolja a 93 évi szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény módosítása, és annak a hatályba lépése a március 1-i időpont, amely következtében úgy döntött a törvényhozó és a törvényalkotó, hogy az új ellátási formaként két ilyen aktív korok ellátásának a lehetősége, az átkerüljön a járási hivatalok feladatkörébe, mert azt gondoljuk, hogy még szélesebb körben, még inkább és még jobban ügyfélbarát módon fogjuk tudni ezeket a szolgáltatásokat ellátni. Az aktív korúak ellátásában részesülő személyek ügyiratait a települési jegyzők március 5-ig adják át a járási hivatalok kijelölt kormánytisztviselőinek. Az előzetes adatszolgáltatás szerint 5300 ellátott ügyirata kerül át a járási hivatalokhoz. A megyében a járási hivatalaink már felvették kapcsolatot az önkormányzatokkal. Az önkormányzatok jegyzőinek felülvizsgálata van folyamatban, felülvizsgálják azokat a személyeket, akik március 1-ét megelőzően rendszeres szociális segélyben részesültek, és ettől a felülvizsgálatnak az eredményeként fog majd kiderülni, hogy kik azok, akik a március 1-ét követően nálunk egészségkárosodási, illetve gyermekfelügyeleti támogatásban részesülhetnek. Ennek a tájékoztatása 10-én, illetve 20-án a szociális és gyámhivatalunk felügyelet alatt megtörtént a részünkre. A jegyzők tájékoztatása szerint 70%-on tartanak a felülvizsgálatokkal. Én bízom abban, hogy február 28-áig ez teljesen mértékben 100%-os lesz. A járási hivatalaink, a mi munkatársaink felkészültek teljes mértékben a feladat átvételére is és a feladat ellátására is. A kérelmek azonban továbbra is benyújthatóak a lakhely szerinti polgármesteri hivatalokba, a közös önkormányzati hivatalokba, a kormányablaknál és a járási hivatal munkaügyi kirendeltségein. Az ellátások utalásáról a kormányhivatal intézkedik. Változás, hogy a házi pénztárból történő kifizetés nem lesz lehetséges. Az érintettek lakhelyükre vagy folyószámlájukra kapják meg az utalásokat. Fontos információ, hogy akik a március 1-ét megelőző időszakban közfoglalkoztatásban vettek részt és nem helyezkednek el, keressék fel a járási hivatal munkaügyi kirendeltségét és érdeklődjenek a számukra megállapítható ellátásokról. Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947. február 25-én a kommunistákkal szembeni kiállása miatt a szovjet hatóságok letartóztatták és elhurcolták. Az országgyűlés erre a napra rendelte el 2000-ben a kommunizmus áldozatainak emléknapját. Balatonalmádiban a konzervatív kör vállalja fel évről évre az emlékezés megszervezését. Bálint Sándor, a kör elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd egy perces néma főhajtással adóztak az áldozatok emléke előtt. Meghívott előadó Nagy Szabolcs a Veszprémi Levéltár főlevéltárosa volt. Pontos képet festett a diktatúra koráról, fogalmairól, eseményeket és személyeket vonultatva fel. Egyes számadatok szerint Kelet-Európában 1 millió áldozat említhető. Az, hogy Magyarországon pontosan hány áldozat volt, sajnos nem lehet tudni. Mint elmondta a levéltáros,
maga az áldozat kifejezés sem pontosítható, és az események történelmi léptékben való közelsége sem segít az objektív feldolgozásban. Nagy Szabolcs vetítéssel egybekötött előadásán a Veszprém megyei áldozatokra is megemlékeztek. Hosszas egyeztetés után elfogadta Balatonalmádi képviselő testülete az idei büdzsét. Ugyan csökkent a költségvetés főszege a tavalyi évihez képest, viszont pénzügyi szempontból stabil, a tervezett támogatások és beruházások folytathatók. Tárgyalták még a képviselők a sport és civil szervezetek támogatását is. Keszei János távolléte miatt Bálint Sándor alpolgármester vezette az ülést az első napi rendi pontoknál. Döntöttek arról, hogy a borfesztivál felügyeletét, szervezését és pénzügyi rálátását a város a továbbiakban egy kézben szeretné tartani. Az új jogszabályváltozások és adómódosítások nagyon megnehezítették az idei év költségvetésének megalkotását, mely 3,8%-kal csökkent a tavalyihoz képest. Annak ellenére, hogy a működési kiadásokban is csökkenés tapasztalható, a beruházások terén mégis növekedés van. A könyvvizsgáló megvizsgálta a tervezetet, és jogilag szabályosnak és elfogadhatónak találta. A város költségvetését kisebb kiegészítésekkel és módosításokkal végül megszavazták. Dr. Kutics Károly, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke szerint az önkormányzat pénzügyileg stabil. 2.550 millió forint kerekítve az ezévi költségvetés. Annyit hozzátennék, hogy ez minden évben azért változik, mert ahogy esetleg megnyerünk egy valamilyen fejlesztési pályázaton valamennyi pénzt, akkor nyilván azzal ezt még továbbiakban fog tudni módosulni. Egy hát igen fontos tétel az, hogy az önkormányzat egy 3 éves kötelezettségvállalást hát mondhatjuk azt, hogy vállalt föl, ami arra vonatkozik, hogy ajánlatot tett Balaton-Almádi megye eladó kikötőnek a megvásárlására az összes létesítményeivel, épületeivel együtt. Hogy ez az ajánlat ezt sikeres lesz-e, vagy nem, ezt ugye most ilyen pillanatban nem tudjuk, de hát a költségvetésben ezt mindenképpen be kellett állítani. Ez egy elég nagy, erre az évre 170 millió forintos tételt jelent. Ez határozza meg azt, hogy tulajdonképpen emiatt általános tartalékot nem képeztünk, de ha esetleg ez meghiúsulna, akkor egy rendkívül nagy összeg van, amiből egyrészt általános tartalékot is lehet, egyébként céltartalékot képeztünk, lehet képezni, és hát akkor további fejlesztésekre lehet nyilván költeni ebből az összegből. Annyit még hozzátennék, hogy ez a 2,5 milliárdos költségvetés mellett a előirányzott felhasználás, magyarán a cash flow az úgy néz ki önkormányzatnál, hogy 1,3 milliárd és 950 millió forint közötti összeg lesz az önkormányzat számláján előletadag év végéig, hogyha egyéb bevételek nem jönnek, mondjuk pályázaton nem nyerünk akkor is, ha nyerünk, akkor ez még kicsit módosulhat. A költségvetés elfogadása után érkezett meg Keszei János. Távolmaradását egy szomorú esemény befolyásolta. A reggeli órákban tűz ütött ki egy családi házban, mely során egy idős asszony életét vesztette. A polgármester személyesen felügyelte a mentési munkálatokat. Kormánydöntés értelmében a települések megkapták az újabb rendelkezéseket, így a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának megkezdéséről is dönteni tudott a testület. Egy országgyűlési határozat értelmében csak hivatalosan bejegyzett civil szervezeteket támogathat az önkormányzat. Ez már egy 3 éve húzódó probléma, hisz az önkormányzat senkit nem akarna kizárni a pályáztatásból. A sporttámogatásra továbbra is van fedezet. Tulajdonképpen a sporttámogatásban jelentősebb változások nem lesznek, nominál értékben is ugyanannyi keret áll rendelkezésünkre, mint az előző évben. Annyi változás azért mindenképpen van, hogy még a korábbi években márciusban írtuk ki ezt a pályázatot, és májusban bíráltuk el, most ezt egy-egy hónappal előrébb hoztuk, tehát mindjárt a költségvetés elfogadása után, tehát a mostani testületülésen fogadtuk el.
és márciusi beadási határidővel és áprilisban tudunk döntést hozni, így a nyertesek is előbb juthatnak hozzá a megnyert összegekhez. A testületi ülésen tárgyaltak még a hulladékkezelésről, az Úttörő utca átnevezéséről is. Szavaztak a panoráma sétány helyreállításáról, járda és vízelvezető árkok közbeszerzés résztvevőinek kiválasztásáról is. A testület úgy döntött, hogy 2015-ben az Öböl televízióval, a térség közösségi médiájával köt támogatási szerződést. A nyári szezonra szeretnék átadni Balatonkenesén a strand előtti teret. A tervek és a költségek módosítása után most a közbeszerzés lebonyolítását szavazták meg a képviselők. Döntés született a Honvédelmi Minisztérium kéréséről, miszerint különleges területén nyilváníthassanak egy részt. A tervek szerint megújítanák az újszülöttek ligetét, hogy ezáltal is egy rendezettebb településkép alakuljon ki. Balatonkenese képviselőtestülete a költségvetés elfogadását későbbi időpontra halasztotta, néhány adatot még pontosítani kell. Az ülésen ezután döntöttek a Balatonakaratja és Kenese közti megállapodás megkötéséről. A két település hivatali ügyeinek ellátását eddig a helyi önkormányzat látta el. Ezért az anyagi elszámolásról szóló megállapodás értelmében az önkormányzat erre az időszakra még megkapja az állami támogatást. Ismét előkerült a strand előtti tér felújítása. A hivatal elvégeztette a talaj teherbírásának vizsgálatát, eredményeként módosultak az eddigi tervek. A beruházás ezáltal további költségekkel jár. A munkák elvégzésére közbeszerzési eljárást indítanak. Tömör István beszámolóját követően a tervezetet egyhangulag elfogadták. A testület a város bérlakás épületének tetőszerkezettel való védelmére újabb pályázatot ír ki, mivel az eddigi árajánlatok túl drágának bizonyultak. Az önkormányzat tervezi az újszülöttek ligetének a rendbetételét is. Az eddigi elhelyezett cserjéket átültetéssel rendezetté tennék, és a jövőben évente egy fát ültetnének, melyhez egy időtálló tábla tartozna a település az évi újszülötteinek nevével. 70 évvel ezelőtt halt meg Litéren Bódi Mária Magdolna keresztény vértanú és szűz. Emlékezetére Bódi Magdi, ahogy én látom címmel, kiállítás nyílt február 21-én a veszprémi Szaléziánumban. A kiállítást Márfi Gyula veszprémi érsek nyitotta meg. Mint mondta, Bódi Magdi életpályája ellenszere lehet korunk lelkeit tönkretevő mérgeknek. Noha a kiállítás nem Bódi Mária Magdolna személyes tárgyaiból áll össze, a látogatók mégis pontos képet kaphatnak az egykori Nitrokémia ZRT eleinte csodabogárnak tartott munkásnőjének rövid életéből, akit 17 éves korában ért utol a megvilágosodás, akkor döntötte el, hogy életét teljes mértékben Jézusnak kívánja szentelni. Bódi Magdi szerzetesnek készült, de mivel az édesapjának nem voltak papírja, jelvélt a szülei nem köthettek szentségi házasságot. Így aztán az az álma, hogy ő szerzetes legyen, nem valósulhatott meg. Ennek ellenő is mégis szüzességi fogadalmat tett, tehát egész élete végig tartotta ezt a tisztaságra törekvést, és gyakorlatilag így a gyári munkások között élt, és a gyári munkások előtt, akik azért rágárkodtak, szitták az egyházat, egy olyan példa volt, hogy megszelidítette őket. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem mindig az teljesül az életünkben, amit elképzelünk, de így is egy nagyon fontos dolgot elért ott a környezetében. Márfi Gyula megnyitójában a jelenkort és Bódi Mária Magdolna életét párhuzamba állítva annak a véleményének adott hangot, miszerint a modernitásra jellemző, többségében igénytelen és üres kapcsolatok kialakítására irányuló törekvéssel szemben a vértanú élete mindenképpen a helyes irányba mutat. Mint mondta, bármennyire furcsa összefüggés, de minél inkább eltűnnek az életből az apácák, annál inkább eltűnnek a családok is. Bódi Magdi a pozitív másság példája, aki a vallástalan és barátságtalan üzemek világában is megőrizte hitét, reményét és szeretetét, aki lelki üdességet
szépséget, gyengétséget, és ami nem utolsó, jókedvet, finom humort is vitt magával a barátságtalan üzemekbe. Az érsek hangsúlyozta, Bódi Magdi boldoggá avatásához szükséges iratok még az idei év első felében eljutnak a Vatikánba. Kovács Elemérné Bódi Mária, Bódi Magdi unokahúga köszöntőjében a család napsugarának nevezte Magdit, és abbéli reményének adott hangot, hogy hamarosan valóban eljut a boldogok közé. Nagyon szerette az igazságot, és hogyha valaki nem úgy viselkedett, vagy hazudott, akkor hamar elcsattant egy pofon. De úgy nagyon vidám, nagyon eleven kislány volt. Tehát a nagybátyámnak van egy nagyon szép naplója, amit írt egész kiskorától magukról, a családról, és hát abba azt írja, hogy nagyon eleven kislány volt, amikor még egész kicsi volt. Aztán később persze hát már nagyon megkomolyodott. Olyan nagyon sok mindent, ilyen személyes dolgot nem nagyon tudok róla. Azt mesélték még, hogy megtette azt, hogy elment koldulni, amikor ott egy szegény kislány magára maradt, és nem volt ruhája, és akkor a nagymama kérdezte tőle, hogy te képes lennél körbejárni itt a falut, és kéregetni, és azt mondta, hogy igen, ilyen dologérő, igen, hajlandó arra is. Szedlák Attila, Litér polgármestere rövid beszédében lándzsát tört amellett, hogy Bódi Mária Magdolna áldozatát soha nem lehet elfeledni, és ezért a község képviselőtestülete minden tőle telhetőt megtesz. A kiállításhoz kapcsolódóan idén januárban a Szaléziánum óvodások, iskolások és fiatal felnőttek számára irodalmi és képzőművészeti kategóriában pályázatot hirdetett. A beérkezett pályamunkák legjobbjait az intézményben állították ki. Maga Fábián József református lelkésen betette meg a jó bort. Derült ki többek között az alsőrsi születésű veszprémi esperes és borász emlékére rendezett 15. szőlészborász találkozón. A múlt hétvégi alsőrsi rendezvényen ezúttal Mátra vidéki borokkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. Alsőrs mindig is sokat tett azért, hogy a Balaton felvidék szőlészborász kultúrája fennmaradhasson, fogalmazott rövid beszédében dr. Kontrát Károly, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára, aki szerint a szerencse fiai vagyunk, hogy ilyen finom borokat fogyaszthatunk. Fábián József munkásságát ezúttal nagy tiszteletű Császár Attila lelkipásztor a Veszprémi Református Egyházmegye januárban beiktatott esperese méltatta. Császár Attila leszögezte, mivel az Ószövetségben és az Újszövetségben is sokszor fordul elő a szőlő és a bor kifejezés, ezért valószínű, hogy a bornak teológiája is van. Aláhúzta, Isten igéjében fontosnak tartotta a szőlőről és a borról való megemlékezést, és tudjuk, hogy a vízözön után az első szőlőtőkéket maga Noé ültette. Az esperes kifejtette, hogy Fábián József korának szőlészborász értelmiségi rétegének tagjaként nagy gondot fordított a régió minőségi borászatára. Mindamellett, folytatta Császár Attila, hiánytalanul ellátta esperesi teendőit is. Elmondhatjuk tehát róla, hogy az ő élete mindannyiunk számára pozitív példát jelent, legyünk reformátusok, katolikusok, vagy akár evangélikusok. Ezen a mai gyönyörű napon, a 15. megemlékezésen hajtsunk fejet az ő munkássága előtt. Fábián József emléktáblájánál koszorút helyezett el többek között dr. Kontrát Károly, Hebling Zsolt alsőrs polgármestere, Ferenci Gábor alpolgármester, Császár Attila, valamint Pandur Ferenc a Balatonalmádi Vörösberényi Fábián József kertbarátkör elnöke. A rendezvényen Kontrát Károly, Szedlák Attila a Kelet-Balatoni Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, valamint Varga Zoltán a Balatonfüredi Csopaki Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, a térség szőlészborász szakterületén kifejtett magas színvonalú munkája elismeréseként oklevelet adott át Szabó Gyulánénak, Kovács Jánosnak és Ríz Kálmánnak. A különböző borfajták iránt elméletben és gyakorlatban is érdeklődők számára ezúttal Babicki László, a Mátrai Hegyközségi Tanács borászati szekció elnöke tartott előadást a régió borfajtáiról. Megtudtuk többek között, hogy akár csak a Balaton felvidéken, a Mátrában is igaz a mondás, miszerint a jó bor hegyen terem. Valamint, hogy hazánk borexportjának 40%-át teszik ki a Mátra vidéken termelt borfajták. Most következenek fontosabb híreink, még egyszer röviden. Kormányhivatal, változtak a szociális ellátásról szóló rendelkezések. Költségvetés, elfogadta idei büdzséjét Balatonalmádi önkormányzata.
borász találkozó. 15. alkalommal találkoztak a szőlészek és borászok Fábián József emlékére. Híradónk után következik Közügy című műsorunk, benne a szociális ellátások változásairól és Balatonfűzfő költségvetéséről beszélgetünk, majd az ebb összeírásról is láthatnak egy összeállítást. Kistérségi magazinunkban Pap Lajos professzor Gyógyítani szívvel lélekkel című előadását láthatják. Látogassák meg internetes oldalunkat, ahol korábbi híradóinkat és stúdióbeszélgetéseinket is megnézhetik, vagy kövessenek minket a Facebookon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!